a Török Szent Miklósi téglagyárból hoztuk két társával együtt. Ezt a kocsitípust polcos kocsinak hívjuk. Ezt nedves téglák szállítására használták. Azért volt szükség a polcokra, hogy ezek a nedves téglák ne ragadjanak össze. Ezeket még kifejezetten felcsapós polcosoknak hívjuk, mert rugóval és egy tengellyel van rögzítve a polc. Ezért nem kellett mindig félre rakni, rárakni, csak fölhajtották ezeket a polcokat, és a présgépből raktak egy sor téglát, majd lehajtották, rakták a következő sort, a következőt, és ezt megcsinálták úgy 8-12 kocsinál, utána a kulival elhúzták a nyílt színű szárítókig, vagy a szárítószínekig, ahol történt a téglák szárítása. Fél köméteres csíve, fél köméter anyag fér bele. Békésre hoztuk, ez az utolsó megmaradt kocsi onnan. Jártunk egy ideig oda a nyakukra, mire beadták a dolgokat és adták nekünk. Igazából több helyen voltunk így, hogy inkább már azért adták ide a dolgokat, csak szabaduljanak tőlük. Mert hát máshogy az a baj, hogyha rájuk hagytuk, hogy majd jelentkeznek, általában soha nem volt az, hogy majd jelentkeznek, és sokszor már volt olyan például, hogy már eladták mély telepnek, és akkor úgy kellett egyezkedni már magasabb árba a dolgok után. A Chilléről már beszélt orvostalban látom, illetve én is beszéltem a polcos kocsikról. Ez pedig a száraz téglás vagy behordó kocsi. A szárítószínekből, ahol a téglát kiszárították, el kellett vinni a téglát az égetőkemencékig, ahova már ezekkel a kocsikkal vitték. Itt ugye nem volt szükség polcokra, a száraz téglát már nyugodtan egymásra lehetett rakni, az nem tapad össze. A kocsik közlekedtek, tehát a szárítószín és a kemence között. Akár a kemencébe is bejártak, mert a kemencék előtt is fordítókorongok segítségével merőlegesen a pályára befordították, bevitték a kemencébe, és közvetlenül ezekről a kocsikról halmozták föl a kemencén belül, és készítették elő égetésre a száraz téglákat. Mozartányi Karganca, Pécs és Kovács Oltár ugyár készítette Budapesten. Régen építkezéseknél, betonelemgyáraknál használtak ilyet, illetve a rövid változatát, ami csak vontató volt, nem platós, azt a MÁV-nál is használták rakodókon, express szállításra. Tudtunk a két ilyen ép nagyjából hiánytalan állapotú targonca létezik még az országban, és egyik nálunk található. Azért vásároltuk meg, mert a mozdonyaink kortársa, ugyanúgy 1958-ban állították ki a budapesti ipari vásáron a Városligetben. Forma tervében is hasonló, illetve a motorja az a mozdonyaink motorjának a kisebb 4,5 lóerős változata. Érdekessége, hogy kormány szerkezete nincs, hanem egy forgózsámolyra van szerelve a motorja, és így ennek a karnak akár a teljes 180 vagy 360 fokos körben való mozgatásával lehet vele tolatni. Ez rendkívüli jó fordulóképességet vesz lehetővé.